És most is beáll. Minden logében. Starter indult a verseny, gyengén indult Holiday, összességében egy jól startot vett a mezőny, és Regülő vállalja magára a vezetést, valamint Klug. Regülő, Klug az első két lós sorrendje, és Chrissy Quinn ott van a harmadik pozícióban, tehát egy kicsit szélsőbb esélyló is a frontban. Olafot erősen kell lovagolni, hogy tartsa a negyedik pozícióját, ötödik helyen Sármány könnyen kézből galoppozik, és Buxa teljesen kiszakadva galoppozik, amikor még 1000 méterre van hátra a versenyből. 12-en, tehát egészen jól együtt haladnak, Lárjon egészen kívül fog fordulni, illetve nála is kijebb Zita királyné színeit látom, miközben Regölő szépen halad a falon, mellette pedig Klug. Regölő, Klug, Chrissy Quinn. Ez az első három lósorrendje, többiek azonban egészen kívül fognak fordulni. Már Olaf is a pálya közepén, viszont még kijebb halad nála jó néhány telivér Red, és egészen kívül fog talán majd fordulni, bár ő egészen a mezőny végén van. Azt látom, hogy Larion megy kívül, és Olaf megy kívül, és Zita királyné megy kívül, miközben Regülő a legrövidebb úton a 400-as táblánál tudja növelni előnyét. Regülő három hosszal vezet, Regülő az élen, Sármány megy mögé a második helyre, Klug kezd fáradni, valamint Chrissy Quinn. Még mindig az élen Regülő, a távolszapon belül a telivérek, Regülőnek az előnye 3-4 hosszra tehető, Regülő könnyedén nyerheti ezt a versenyt. Jön rá Sármány, Regülő elől van, Sármány jön a végén, Sármány el fogja kapni! Sármány elkapta a fáradó Regülőt, Sármány az utolsó két galopugráson megveri Regülőt, és azt nézem, hogy Holiday a végén szépen fölzárkózik, győz nagy hajrával Sármány. 11-7-8 lesz a befutási sorrend, és ezt mondtam, hogy három futással ezelőtti második helyéből kell kiindulni, meg az erős lovasból, Kriskó Norbertből, és aztán be is húzta a versenyt, úgyhogy Sutákék ma sem maradnak győzelem nélkül. Mögötte érkezett a Regülő, aki már-már győztesnek is látszott talán, és a harmadik helyre pedig odaérkezett Holiday Stanislav Georgievvel, aki tartja hátrányát Pajzs Gáborral szemben, de hát az lehet a vigasz, hogy Pajzs Gábor Pretty Please-zel sem ért el itt jó helyezés, nem került az első háromba. Jó pénz lesz ez a totalizatőrnél. Első sorrendje. 11-es, 7-es, 8-as. Ismétlem, 11-es, 7-es, 8-as. 11-es, 7-es, 8-as, és nem azért lesz jó pénz, mert Sármány nyert, bár Sármány idén még csak egyszer nyert, és az utolsó formái, ezek a 18-asok, amik szinte kimutathatatlanok, ezzel most tud verseny nyerni, hanem az, hogy Pretty Please momentum nélkül futott, és nincs a dobogon. Na nézzük, a 11-es tétje 9-szeres, ez még nem is olyan rossz. Ma tétjátékot is érdemes játszani, vagy ma is. Ez egy jó, korrekt tétosztalék, majdnem 10-szeres pénz, tehát aki 300-ért játszotta, az 2700-at kasszírozhat. Hát ez nem rossz befektetés. Én azt javaslom, hogy hát most már ne nézzük meg a verseny ismétlését, hiszen nagyjából egy-két perc múlva kezdődik az ottói versenybe a beállás, majd utána térjünk rá vissza, itt még amit lehet nézzünk, és akkor én hadd tekintsek annyiba előre,